születtem, és valahogy a sorsom úgy alakult, hogy nem is nagyon vágytam el innen. Mert amikor már az építészeti gondolkodásom kezdett kialakulni, meg az ismereteim tágultak, meg egy kicsit a világba körülnéztem, akkor egy példa lebegett a szemem előtt, amit azóta is tartok, talán már nem olyan erősen, de mindenképpen kicsit vigasztalásképpen és kicsit talán követendő példaképpen, ez pedig így hangzik, hogyha Gaudinak elég volt Barcelona egy életre, akkor nekem elég kellő legyen Pécs egy életre. És létezik nemzetépítészet, és létezik a Kárpát-medencére jellemző sajátos építészeti gondolkodás. A német, akkor az oroszok legalább 600 évig lesznek itt. Hát senki sem remélte ezt a változást, nem merte remélni, vagy hinni. És arra rendezkedtünk be, hogy a túlélésre. A túlélés egy elnyomott országban arról szól, hogy a kultúrát, ami a nemzet kultúrája, amit nyilván elnyomnak, ezt átad az utódainak. Tehát ez az átadás, egy hídszerep, ez volt a mi feladatunk. Azért a mai fiatalok valamit ebből megkaptak, és most már szabadon gondolkozva ki tudják ezt teljesíteni.